kivett anyagbánya területén építési-bontási hulladékok válogatása, törését és osztályozását kívánják végezni évente 250 000 tonna mennyiségben. Ez volt az égi anyagkitermelő bánya valamikor, igen, itt sódert, illetve mészkövet termeltek ki. Ugye itt maradt a maga így ebben az állapodó a bánya, és most ugye pont arra hivatkoznak, hogy akkor ez most ugye feltöltenék. Úgy tervezik, hogy itt az utolsó háznak a vonalától, ami innét körülbelül egy olyan 200-250 méter, onnétól ebbe az irányba töltenék fel. Ez a beton útig a naturapark területe, a térkép szerint. Azt mondja, erdő, 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 itt, ahol az ujjam van pont. Gánti gránás pedig itt van. Ez pedig itt. Biztos, hogy egy ipari beruházás környezetszennyezéssel jár. Mert lesz por, lesz zaj, és menet közben is merülnek majd föl problémák. A tárgyalás során, mert hiszen még nem vagyunk tárgyalásban senkivel, a tárgyalás során egy optimumot kell keresni, és a beruházóval megegyezni, hogy kompenzálja a tulajdonosokat. Én most az álmai tulajdonosokról beszélek, akik közvetlenül érintettek. Maguk erre laknak, mint? Igen. Hát ezzel az otthon visszáll, és akkor ott... És akkor beszéltek a helyi polgármesterrel? Igen. Ő mit szól hozzá? Szombaton beszéltem vele, nagyon segítőkész volt, persze, elindítjuk, mindenben támogat. Megkérdeztem, hogy mi a privát vélemény, és azt mondta, hogy nincs esélyünk. Közel ilyen 30 házból laknak kint életvitelszerűen. Csökken az értéke, gondolom, az ingatlannak, nem lesz? Nem tudni eladni, eladhatatlan lesz az egyértelmű. Ha fúj a szél, akkor 95%-ban a hegytől elfele fúj, tehát felénk. Most a tervezett beruházás és a falu között légvonalban van 2 kilométer, 2,5. Akkor még magukat is érinthetik el? Természetesen. Az apró szemcse igen, a nagyobb azért csak leülle, pedig még egy 50-60 km per órás szélnél is. Igen, ezen a papíron péntek délután 4 órakor jöttem haza, akkor volt itt. Rövidebb lett a fellebezési idő, tehát a 21 napból már elment 12 nap. Jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben azok a települések élnek meg, ahol nagyon sok az ipar. Zámolj nem ide tartozik. Mi minden kis pénznek tudunk körülni. Hétvégi háznak felesleges lesz megtartani, mert minek? Mindentől kezdve, úgyhogy tényleg értéktelen az egész. Itt az egész, hát ez minden meg fog semmisülni. Az ő tárgyalási pozícióját mennyire teszi erősebbé, ezáltal a magukért adott esetben gyengíti, hogy ez a miniszterelnök családjáról beszél? Nagyon elhatárolja magát minden egyes tárgyalásnál ettől. És nem is úgy tárgyal. Sem ő, sem a fia. Mert több KFT-ről... Nem ezek velük, mint bármelyik más környékbeli beruházóval. Nem, sőt, hogyha megyek kérni a falu érdekében, akkor bizonyos kedvezményeket is ad.